A játékipar megkezdte csendes pihenőjét, júniusban már csak egy-két izgalmasabb újdonság jött és jön. Mondjuk azt nem bánnánk, ha minden kevésbé mozgalmas hónapra jutna egy Diablo 4 és egy Final Fantasy 16 kaliberű játék. Jelenállás szerint augusztus legvégéig nem lesznek nagy durranások, aztán szeptember 6-án berúgja az őszi szezont a Starfield, és onnantól nem jut időnk a pihenésre. Még jó, hogy a Game Passnak és a Ubisoft Plusnak köszönhetően spórolhatunk majd valamennyit, nem kell minden érdekességért teljes árat fizetnünk. Most, hogy a nyári játékbemutatók során bejelentettek néhány dátumot, már jobban látjuk, hogy mi vár ránk az év vége felé, így ebben a videóban kiválogattunk 10 olyan, az év utolsó harmadában megjelenő játékot, ami szerintünk egészen ütős lesz. Ezek mellé csatlakozhat még ez az, de ha csak ennyi jön, már azzal is bőven beérjük. Csapjunk is bele gyorsan, mutatjuk az őszi felhozatalt. A Bethesda az eddigi legkevésbé bugos és legtöbb tartalmat magába foglaló játékát ígéri a Starfield képében, de azért láthatóan óvatosan fogalmaz a csapat. Ők is ismerik a múltjukat, és ugyan Todd Howard még mindig szeret nagyokat ígérni, az évek során a játékosok egyre immunisabbá váltak a kijelentéseire. Készülhetünk arra, hogy nem lesz a start problémamentes, ahogy arra is, hogy miként a Fallout 4 vagy a Skyrim, úgy ez is instant klasszikussá válik. A gigantikus akció szerepjátékban 2330-ban járunk, az emberiség már meghódította az űrt, új bolygókat vett be, mi pedig a Constellation csapatának felfedezőiként kutathatunk mindenféle ritkaságok után. Saját ízlésünkre szabott karakterünkkel több mint 1000 planétát látogathatunk meg, részt vehetünk űrharcokban egyedi űrhajónkkal, társakat fogadhatunk magunk mellé, és rengeteg izgalmas kalandot élhetünk át. Ha a szeptemberben még nem is, később, amikor kijavították a hibáit, mindenképp érdemes lesz neki adni egy esélyt. Game Pass előfizetőknek ez semmi kockázattal nem jár. A The Crew sorozat harmadik része a Motorfest új területre visz minket és másfajta élményt ígér, mint amit az évek óta bővülő The Crew 2-től kapunk, amit egyébként még mindig érdemes játszani, rengeteg új tartalmat pakoltak bele a megjelenés óta. Utunk ezúttal Oahu szigetére visz, ahol repülni és motorcsónakkal száguldozni nem fogunk tudni, de sportautókat, két és négy kerekű motorokat vezethetünk majd mindenféle terepeken. Sokféle járgányba pattanhatunk bele, letérhetünk az aszfaltról, bevehetjük egy város utcáit, esőerdőkben vagy tengerpartokon is hajthatunk a naplementében, meg persze napsütésben, sötétben is. Ha például az 50-es évekből származó autóban ülünk, akkor nem GPS fog segíteni a tájékozódásban, hanem fényképek, amik mutatják, hogy melyik táblánál és objektumnál kell elfordulnunk. A Ubisoft Plus előfizetői további költségek nélkül játszhatják, de a Gold vagy Ultimate Edition vásárlói 3 nappal korábban vághatnak bele. A The Crew Motorfest tisztelgés a járműipar történelme előtt, még ha nem is olyan művészies, mint a Gran Turismo 7, akkor is élvezheti mindenki, aki melegséget érez a benzingőztől. A Netherrealm 11-ről 1-re ugrott, új kezdet lesz a Mortal Kombat 1 sorozat számára, de ezt nem bánjuk. A Liu Kang által teremtett új univerzumban a jól ismert karakterek fiatalabb változatai szerepelnek. Egy részüket fő karakterként irányíthatjuk, míg mások a vadonatúj cameo rendszer részeként lépnek a színre akkor, ha behívjuk őket egy gyors ütésváltás erejéig. Finomítják és felturbozzák a játékmenetet, számíthatunk új módokra, egy izgalmas történetre és egy kielégítő méretű karakterfelhozatalra. Mi több, Johnny Cage egy Jean-Claude Van Damme skint is kap, sőt, a karakter ezen kinézeténél a színész hangja szólal meg. A következő hónapokban számos új infó fog még napvilágot látni, de az alapján, amit eddig mutattak, jó eséllyel lesz az év egyik legjobb verekedős játéka. Igaz, június elején a Street Fighter 6 magasra tette a lécet. Az Elden Ringbe feltehetően már mindenki belerakott annyi órát, amennyit csak akart, jöhet a következő izgalmasnak ígérkező Souls-like, a Lies of P, amely megtornáztatja az idegrendszerünket. A dél-koreai Round 8 Studio Pinocchio történetéből merített ihletett sötét, komor akciójátékához, amiben az emberré változott fafiút irányítva fedezhetjük fel Krat városát és küzdhetünk meg mindenféle kegyetlen ellenfelekkel, számos különböző fegyvert és eszközöket használva. Döntéseink, avagy hazugságaink befolyásolhatják a történetmenetét, 3 különböző lezáráshoz juthatunk majd el, miközben Geppettót keressük. Mivel a Sony nem akarja PC-re elhozni a Bloodborne-t, a platformon játszók némileg vigasztalódhatnak ezzel, Game Pass előfizetőként, további költségek nélkül.
mélyről kellett felmászni a Cyberpunk 2077-nek, ami 2020. decemberében debütált, és azóta dolgozik megfeszülten a CD Projekt Red a hibái kijavításán. Az alapjáték most már korrekt élményt nyújt, így jöhet az első kiegészítő, ami nem csak egy új kalandot nyújt, de az ezzel együtt érkező frissítés a játék egészére hatással lesz. Változik a járműves harc, a skillfák, a gépi ellenfelek viselkedése, és sok minden más is. A game thrillerként leírt Phantom Liberty-ben visszatér Keanu Reeves, miközben a karakterek felhozatalát erősíti majd Solomon Reed is, az NUSA alvóügynöke, akit Idris Elba alakít. Célunk megmenteni az új Egyesült Államok elnökét, akinek űrhajója Night City leghalálosabb negyedébe zuhan be, és mindeközben feltérképezhetjük, hogy milyen szövevényes a politikai rendszer és az alvilág. Magyar nyelven is játszhatjuk majd. Mindjárt folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik nektek ez a videó, akkor bátran dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna. Most viszont pörgünk is tovább, mert bőven van még mit mesélni az őszi megjelenésekről. Gondoltátok volna, hogy már közel 6 év eltelt a legutóbbi Forza Motorsport játék megjelenése óta? Míg a Turn 10 nagyon igyekezett kitalálni, hogy milyen irányba vigye a fő szériát, a Playground Games aktívan szállította a Forza Horizon-öket és a kiegészítőiket. Nem panaszkodunk, de nagyon kíváncsian várjuk már az egyszerűen Forza Motorsport névre keresztelt új részt, amely megmutathatja, hogy mire képes az Xbox Series X, ha a Microsoft egyik legjobb csapata hajtja ki belőle a maximumot. A látvány mellett az autók fizikája is fejlődik, több mint 500 járgányt vezethetünk majd, melyek közül legalább 100 teljesen új a sorozatban még sosem látott Verda, és 800-nál is több alkatrészsel fejleszthetjük, finom hangolhatjuk azokat. A gumikopás, a változó időjárási körülmények, a törések mind befolyásolják majd az autók viselkedését, és az már csak külön érdekes extra, hogy a kosz, a sár fokozatosan rakódik a karosszériára. A csapat minden idők legfejlettebb versenyjátékát ígéri, örülni fogunk, ha ezen ígéretet sikerül betartani. Mondanunk sem kell, Game Pass-ban debütál. Az elmúlt néhány évben az Assassin's Creed sorozat eléggé eltávolodott a gyökereitől, ami miatt csak egy kicsit voltunk bánatosak, elvégre kiváló játék lett az Origins, az Odyssey és a Valhalla is. A Ubisoft érezte, hogy a nép vágyik egy kisebb lélegzetvételű játékra, és amúgy is eljött a nosztalgiázás ideje, de ahelyett, hogy az első AC-t remékelte volna, inkább valami teljesen újat talált ki. A Mirásban az ifjú Basim szerepében járhatjuk majd Bagdad utcáit, aki egy bizonyos ősi szervezethez frissen csatlakozva keresi a válaszokat önmagával és a világgal kapcsolatban. Gyorsabban, dinamikusabban mozoghatunk, mint annó Ezióval és Altairral, nagyobb hangsúlyt kap a lopakodás, mint az utóbbi részekben, és jut idő a széria múltja előtti tisztelgésre is. Ubisoft plusz előfizetőként nem kell majd extrát fizetni érte. Míg az első elemvék nyomokban tartalmazott csak horror elemeket, a második rész esetében a Remedy teljesen rámegy erre a vonalra. Az elemvék 2 egy túlélő horror lesz, főszerepben a 13 éve az alternatív valóságban ragadt íróval, illetve egy vele egyenértékű főszereplővel, Saga Anderson FBI ügynökkel. Szabadon eldönthetjük, hogy kinek a történetével mikor mennyit haladunk, csak az eleje és a vége fix. A lezáráshoz persze mindkét főszereplő kalandját át kell élnünk. Visszatér az elemlámpa, korlátozott mennyiségű lőszerrel verhetjük vissza a ránk támadó entitásokat, de legalább vetődhetünk is, hogy további életben maradjunk. A Mind Place-ben láthatjuk majd Saga gondolatait, ezek segítenek nyomozni és összekötni a szálakat, illetve felderíteni a nagy, átívelő rejtélyt. A Remedy vette minden tapasztalatát az elmúlt évekből, merített a Controlból és a Quantum Breakből is, hogy eddigi legizgalmasabb, legérdekesebb játékát alkossa meg. A 2018-as, már lassan 5 éves Marvel's Spider-Man az előző konzolgeneráció egyik legjobb és legsikeresebb játéka volt, és nem kizárt, hogy a folytatás felül fogja múlni. Miles Morales és Peter Parker összeállnak, hogy új veszélyektől mentsék meg New Yorkot, garantáltan felbukkan majd Kraven a vadász, Dr. Kurt Connors, valamint színre lép a Venom szimbióta is, aki megszállja Petert és szuper új képességeket ad neki, de valaki mást is az irányítás alá hajt. Annyi biztos, hogy nem Eddie Brockot, de hogy kit, az majd csak később fog kiderülni, hiszen az alkotók kreatív szabadságot kaptak, nem kellett a képregényes és filmes történetekhez ragaszkodniuk. Bár Miles és Peter az idő nagy részében válvetve harcolnak, kooperatív mód nem lesz, ám szabad mászkálásnál és a történet adott pontjain válthatunk köztük. Látványos játékmenetbeli újítások emelhetik az elődje fölé, és az is külön izgalmas, hogy Manhattan mellett Queens-t és Brooklyn-t is bejárhatjuk majd.
Ha azt mondjuk, hogy a Ubisoft megcsinálja a Far Cry-t návikkal és katonákkal, az eddig látottak alapján nem állunk annyira távol a valóságtól. Az Avatar franchise bővítő játékban, az Avatar Frontiers of Pandorában egy návi árvát irányítunk majd belső nézetből, aki a bolygó számos táját bejárva küzd az RDA ellen és segíti mindenféle klának túlélését. A történet kapcsolódik majd a filmekhez, de önmagában is megállja a helyét. Új karaktereket, a gyönyörű Pandora bolygó új tájait ismerhetjük meg. Akár párban is játszhatjuk, ahogy a Far Cry játékokat is. A Ubisoft Plus előfizetőinek ez is jár majd a megjelenés napján. Ti mit vártok a listán szereplő játékok közül? Vagy esetleg valami olyan keltette fel az érdeklődéseteket, amit mind nem említettünk? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!